Lukács evangéliuma második részéből a 40. vers alapján kívánok néhány mondatot elmondani ez ünnepélyes alkalommal. Így hangzik ez a bibliai vers, a kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, megteljesedve bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Nagy szeretettel köszöntöm a jelenlévő gyülekezetet. Ebben a rövid bibliai versben négy nagyon fontos, tanulságos szempontot ad elénk az ige. Tudjuk magunkról, hogy mint ember voltunkban létezőknek, az életünk három nagy területre tagolódik. Ez a bennünket alkotó három ilyen terület, a gondolatvilágunk, a testünk és a lelkünk. Testben, lélekben, gondolatban, vagy másként így is mondják, hogy szellemben, fontos, hogy az ember harmóniában legyen. A három életterület valamiképpen együtt kell, hogy fejlődjön, egymással szinkronban, egymással harmóniában, mert az ember úgy válik teljes értékűvé. Jézusról ezt halljuk, hogy mint kicsiny gyermek, testben, lélekben és szellemben, azaz bölcsességben növekedett mindenki kedvére. Miért? És ez a negyedik legfontosabb dolog. Azért, mert az Isten kegyelme volt rajta. Testvéreim, a karácsonyi történetben mint áll előttünk. A gyermekeinkre nézve, a gyermekeink nevelésére nézve. Minden szülő gondoskodik arról, hogy a gyermekének meglegyen mindene. Gondoskodik a testéről, a táplálékról, a ruházatról, a körülményekről, a külső körülményekről, amelyek kellenek a test egészségéhez, fenntartásához, fejlődéséhez. Megfelelő táplálék kell ahhoz, hogy egy gyermek testileg egészségesen növekedjék. De már kevesebben gondolnak arra, hogy a léleknek is ugyanúgy szüksége van a táplálékra. A léleknek is, mert hiszen az emberi lélek az, amely összekapcsolja az embert a láthatatlan világgal, az Isten világával. És a lélekben fejlődő ember, lélekben fejlődő gyermek és fiatal valamiképpen azt jelenti, hogy nem pusztán a testéről gondoskodnak, hanem az Istennel való élő kapcsolatáról is. Nagyon fontos ez, mert hiszen ezt tesz bennünket igazán emberré, hogy kapcsolatunk van az Isten világával. Aztán a bölcsesség, vagyis a szellemiekről, pedig testvéreim ugyancsak nagyon fontos, hogy megtanuljon egy gyermek gondolkozni. Megtanulja használni az eszét, a gondolatvilágát. Hiszen belőle kiindulva, vagy azt használva, tud igazán majd boldogulni az életben. És ennek a három területnek egymással harmóniában kell lennie. És ezt a harmóniát, testvéreim, az Isten kegyelme adja meg. A kisded Jézuson, és a későbbiekben is, a növekvő, felserdülő, vagy felnőtt korba lépő Jézuson, meglátszott mindez. Testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt az Atya kegyelme alatt növekedett, és ez a kegyelem tette őt igazán nagyjá, igazán alkalmassá, igazán ez a kegyelem tette őt készé arra, hogy megfeleljen annak az isteni küldetésnek, amelyet ő kapott. Fontos tanítása ez a karácsonyi történetnek, hogy úgy neveljétek, édesanyák, édesapák, a gyermekeiteket, hogy életüknek mind ezen területei
valamiképpen egymással harmóniában fejlődjenek, ám ezt úgy tudjátok megcselekedni, ha mind magatok, mind ők az Isten kegyelme alatt maradnak, Isten szent lelkének a hatása alatt maradnak. Segítsen ebben benneteket és mindnyájunkat, beleértve a gyülekezet egészét is, a mindenható Isten, hogy így tudjunk ilyen sokoldalúan gondoskodni a kicsinyekről, a gyermekekről, hogy Isten és emberek előtt való kedvességben, Istennek engedelmes, Isten által elrendelt és Isten kegyelme által valóban kedvessé váló egyének nőjenek fel belőlük az Isten szeretete által. Amen. Most pedig átadom akkor a szót a gyerekeknek, hallgassuk meg őket és lássuk őket. A szívünk oly sötét, ó, segíts, élessze igény világa. Amen, Uram, ez életünk, legyen jobban Tied életünk, ne szóljon igét hiába, ne szóljon igét hiába. Vágyaink szakítnak tőled el, nem félünk mégsünk világa. Ó, Uram, templomod hadd legyen, a szívünk megszentelt hely legyen, ne szóljon igét hiába, ne szóljon igét hiába. Arkunkon hazugság éljen, megrontott életünk átka. Hogy állunk előtte így, Uram, naponként téged imádva. Nyisd meg a szemünk, hogy láthassunk, szenteld meg arkunk, hogy áthassunk. Ne szóljon igét hiába, szóljon igét hiába. A szívünk összetört, ó, Uram, itt állunk előtte gyászba. Amiből hoz ki az életünk, ne szóljon igét hiába. Áll meg ígéret, hogy érthessük, dicsőségedre, hogy élhessük. Ne szóljon igét hiába, ne szóljon igét hiába. Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és bár az idén nem a saját gondolataimmal készültem, most mégis úgy érzem, hogy ezek már az enyémek, így szeretném átadni. A Lukács evangélium a második részének a 12. versét szeretném felolvasni. A délelőtt ige hirdetésnek ugyanez volt az alapigéje. Találtok egy kisgyermeket, aki bekójába fekszik a jászolban. Miközben karácsonyi képeket nézegettem, keresve olyat, ami megfelelő illusztrációja lehetne egy karácsonyi képes lapnak, találtam meg Simonyi Csendeség című alkotását, hogy megpróbáltam kimásolni. És amikor ezt nézegettem, valaki azt mondta nekem, hogy talán lenne ennél jobb illusztráció is, hiszen pont a karácsonyok lényege nem látszik rajta. A kis Jézus az, aki alig látható. Igen, alig látható. Mennyire lesz? Ezután már tudtam, hogy ennél jobb illusztrációt nem találhattam volna. Mert éppen ez az, ami igazán hasonlít. Ez az alig látható momentum a 21. század karácsonyának. Sok minden utal arra a karácsonyi időszakban, hogy itt a karácsony. És elgondolkodtam, hogy valóban ott az első karácsonykor is, úgy, amint ezt a kép mutatja, ott is ő alig volt látható. Bár érkezését angyalok és a csillagok is hírül adták, mégis keveseknek volt látható. Mert a világ
akkor is, épp úgy, mint ma, szalad, tesz, vesz, rohan, teszi a fontosabbnál fontosabb teendőit, és közben megszülethet akár az Isten fia is, de ő alig látható, mert őt keresni kell. Igaz, ő keres minket, mint elveszetteket, mondja a teológia, mégis az első karácsony tanúi csupán azok lehettek, akik keresték őt. Ha belegondolunk a bölcsekre, akik messze a földről érkeztek, vagy akár a pásztorokra, ők is keresték. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójába fekszik a jászolban, mondja az angyal. Találtok. Találni azt talál, aki keres. Hát keressük meg mi is. Keressük meg karácsonyban Jézus. Ne engedjük a karácsony körül kialakult értékes vagy kevésbé értékes szokásoknak, hanem keressük azt, aki miatt egyáltalán van karácsony. Keressük az ünnepünkben Jézus Krisztus, aki mint gyermek született meg, hogy emberi természetbe élje azt az életet, amit mi is kaptunk az Atyától, mi emberek, és hogy emberi természetbe vigye végbe a mi megváltásunkat. Találtok, mondja az angyal. Nekem erre eszembe jutott még egy ige, a Lukács 11:10-ből, mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyitatik. Hiszem és vallom, hogy az angyal szava ma is aktuális, és Jézus megerősíti azt. Keressük tehát a megváltót, és ne törődjünk bele, hogy a mi karácsonyainkban Jézus alig látható. Régi szép szokás, hogy így karácsony fogvászlók játékot adjunk elő, emlékezve a betlehemi születése. Valóban az első emberek a pásztorok voltak, akik a jászol elé járultak, hogy kifejezzék szeretetüket, hódulatukat az emberek járának. Arra azonban kevesen gondolnak, hogy nem csak a Földön történtek érdekes dolgok, hanem az angyalok világában is. Tehetségünkhöz mérten, most ezt szeretnék felnézni. Matán a béke ünnepelne, a messiás nem volna napja. Ma mennék én a Földnek várni, hogy megváltóját befogadjam. Ma úgy kér, hogy egymást öleljék szívükre mind az emberek, de nincs itt hála, nincs itt béke. Beteg a világ, nagy beteg. Kihűlt a szív, elszállt a lélek. A vágy alá csupán a testé. Heródes minden földi nagyság, és minden igazság a keresztény. Elvesztette magát az ember, mert lencsén nézi az eget. Megátkozza világra jöttét, beteg a világ, nagy beteg. Ember ember ellen csatázik, mi egyesítsen, nincsen eszme. Rómád ölt a messiás háza, tanítása elkölcsre veszve. Ó, de hogy állattá süllyedjen, kinek lelke volt, nem lehet. Hatalmas ég, messiás küld, beteg a világ. Nagy beteg. Legyen a templom minden ember szíve, melyben a lélek szárnyat bontogat, karácsony édes ünnepén imádság legyen minden gondolat. Legyen a templom minden ember szíve, mely s legyen a templom tiszta szent fehér, karácsony édes ünnepén Istennek tetsző legyen fehér. Szálljon szívünkbe áldott akarat, ezt kösse egybe mind a kezeket, karácsony édes ünnepén, te légy vendégünk, jóság, szeretet, akinek könnyet osztogat az élet, és kín a napja, kín az éjjel, karácsony édes ünnepén, ne fuss előre, ó, beszélj bele, testét takar be, s enyhíts sok sebét, ó, lásd meg, tudd meg, testvérül veled, karácsony édes ünnepén, a szíved szépül őt, ha öleled. Az ember szíve körökélő őre, tegyem a össze mind a kezeket, karácsony édes ünnepén, maradj vendégünk jóság, szeretet. Az Úr angyala vagyok, Gábriel arkangyal, aki az Úr színe előtt állom. Az Úr küldöttje vagyok, aki hírül vittem a világ egyetlen igazi örömhírét, a megváltó születését.
előbb Zakariásnak a papnak, majd Máriának, a názáreti szűznek, akit azon a néven szólíthattak, ahogyan Isten nevezi őt, kegyelemmel teljes. A kisdád Jézus az isteni kisdád megszületése után pedig Betlehem pásztorainak hirdetette meg a nagy örömhírt, akik befogadták Isten fölülmúlhatatlan jóságát, irgalmát és szeretetét, azokat mind belenyughattam Isten dicsőségében. Most pedig ebben az adventi játékban tirától szeretném sugározni Isten mérhetetlen nagy-nagy szeretetét. Jobbról és balról mellettem állok azok az angyalok, akiket szolgálatuk az Úr jövet az adventi vejéhez köt. Az Úr kikiáltója vagyok. Én kondítom meg az első adventi harangszót. Felébresztelek benneteket az adventi hajnali Isten tiszteletre. Segítek nektek, hogy rátaláljatok a Betlehembe vezető útra, és merjetek elindulni rajta. Eszetekbe juttatom gyermekkorotok minden szép karácsonyát, amikor őszintén hittétek, hogy Jézus szeret. Búzdítalak benneteket gyűlmálatra, és ennek imádságban való megvallására, mert csak a tiszta szívűek láthatják meg a Nagy Isten a kisgyermek gyöngyösségében. Jézus születésnapjának is újjá kell születned szívedben és lelkedben. Jöjjenek és mutatjanak meg a segítőit. Lábnyom voltam a Betlehembe vezető sivatagi úton. Aki észreveszi, nem tudja kié elábnyom. De ha meglát, ebből megtudhatja, hogy egy valaki már elindult a megváltóhoz. Jönnek majd utána mások is, mert a sivatagban a lábnyom biztató. Valaki már megtette az első lépéseket a veszélyeket rejtő úton az elérhetetlennek tűnő cél felé. Csak nyomába kell lépni. Lábnyomából látni, hogy bátor, magabiztos az, aki elől jár. Nem szédíti el céljától semmi, nem torpan meg, nem keres könnyítőnek ígérkező mellékösvényeket. Megy a csillag után, megy Isten követének fénye után, ezért biztos célhoz is ér. Mert Isten mindig küld vezetőt arra az útra, amelyre hívott. Csak higgyünk benne, és ne tántorodjunk el, ne hallgassunk a csábító, az eltérítő hangunkra. Csillagok, csillagunk, angyalunk vezet. Lámpás voltam a betlehemi barlang bejáratánál. Nem vagyok csillár, fényes és ragyogó, csak egyszerű olajlécses. Lángomat önátadás táplálja. Folyamatosan önmagamat emésztem fel, hogy fényemnél jobban felismeressék a világ üdvözítőjét. Sötét utakat, barlangokat, a szív titkos útjait, bűnbánat barlangjait kell bevilágítanom. Annyira uralomra jutott ma a sötétség. A téveszmék, az erőszak, a gyűlölet, a törtetés. Az őrzés hideg sötétsége és a szenvedélyek sötét örvényei. Pihenést és szabadságolást nem ismerek, mert sötétben maradnának a Jézushoz vezető utak. Hasadék voltam a betlehemi barlang falán. Évmilliókkal ezelőtt hatalmas természeti erők választották széllyel ezt a sziklát, így hasadtam meg. Rettenetes volt ez akkor. De a Teremtő és gondviselő Isten, ki kezében tartja az egész teremtett világot, tudta, hogy miért volt ez. Így várhattam bejárattá, ahova a betlehemi barlangban, és rajtam keresztül jutott be a Szent Család, a menedéket nyújtó barlang istállóba. Engem mindenki csak addig keres, amíg rajtam keresztül be nem juthat az üdvösség helyére. Nem hozzám jönnek, csak rajtam át. Ez a rendeltetésem. Egykor majd a kisdád ajkai már felnőttként fontos szavakat mondanak ki, melyeket Jézus önmagára ért ugyan, de bennük én is értelmet és irgalmat nyerek. Én vagyok az ajtó. Bimban, lágy a szól a kis harang, messze cseng a bűvös hang. Minden napban, bimban, bimban. Kis és egyszerű vagyok, a legkisebb az angyalok
körül való, de ne tévesztetek össze hamis ábrázolásokkal, szárnyas kövérek és kisgyerekekkel. Ember szemetek Isten segítsége nélkül nem bírna elviselni a legkisebb angyal fölséges látványát sem. Én a legszegényebbeket, a magukról maradt özvegyeket, a kitaszított gyermekeket, az otthonokból előzött menekülteket látom meg még ezen az estén is. Nekik van igazán szükségük erős lehetőségre, hogy szegénységük sok bajuk ellenére is megtalálják a megváltót. Sziklafal voltam a betlehemi barlangban, kemény, művös, munkálatlan, ahogyan természeti erők műhelyéből kikerültem. Hosszú ideje semmi fontos dolog sem történt velem. Az emberek csak szükségistálónak használtak. De eljött az a nagy pillanat, amit Isten még az időkötet előtt eltervezett. Falaim közé húzódott be József és Mária, menedéket nyújthattam neki. Így tanulja lehettem az isteni kisgyerek születésének, aki ég és föld királya. Hosszú, haszontalannak tűnő időkön át kellett várnom erre az éjszakára, de a várakozásnak minden keserveszéllyel fosztott ezen a szent éjszakán. Hideg falam örömében könnyezni kezdett, mert eljött a várva várt, a megváltó, aki által majd újjászületik az egész teremtés. Előképe vagyok a teremtés újjászületésének, amikor új ég, új föld lesz. Szent angyal pillérein így is nevezem magunk között a kicsiket. Szolgálatom szerint azokért a belépések volt felelet, melyekkel az nép felé menetelte. A Jézushoz vezető legegyenesebb ösvénytől szóval a kisutat. A kisúton járó azért találnak el gyorsan Jézushoz, mert ők valóban atyuknak szólítják a mennyei atyát és úgy is élnek. Vannak még legkisebb tetteikben, legkisebb lépésekben is. Így gyorsan célt élnek, még ha azt az utat szüntelenül áldozatok szegényezik is. De ha valaki valóban elindult ezen az úton, az visszautat már nem ismer, próbáljatok meg elindulni valaki. Jézushoz vezető utakat egyenlető angyal vagyok, kezemben a lapát feladatom jelképet. Az is szolgálatomhoz tartozik, hogy egyengessem az utakat a Mária és József előtt Betlehembe vezető úton. Ők ugyan nem látnak engem testi szemünkkel, de ez nem is szükséges, mert hisznek Istenben, az ő gondviselésében bizakodva, aggodalmaskodás nélkül várnak neki a hosszú, veszedelmes útnak. Bár világi hatalmasság parancsára, mégis Istenre bízva magukat. Csillag vagyok a betlehemi barlang istállók felett. Csodálatos égi elmelyet hiába viselhetek a kert lepcsőben. Titkát mégsem deríthetnétek be. Égi követ vagyok Isten szolgálatában, hogy hitet ébresszek a szívekben, és megerősítsem a hitet a szívedben. De egyben jel is vagyok, melyet a gonoszok meg se látnak, vagy ha meglátnak is, letagadnak. Nem az anyagvilágból jöttem, hanem a szellemvilágból. Isten szolgálatában váltam érzékelhetővé, mint csillag, de amely nem csak egy helyben áll, hanem vezet is, az üdvözítőhöz vezet, aki mint kisded Mária karjában pihen. A napkeleti bölcseket is általán hitte ide Isten. Ők hűségesek maradtak a jelhez, a vezetőhöz, ezért utalmunk karjukban tartották a világ üdvözítőjét, a világ királyát. Megjelent és eltűntje a kisdenet, ha úgy, mint tök, te is tiszta szívvel lejtődsz utána, és követed a te angyalodat. Az emberi szívek átváltozásának elősegítője vagyok. A megkövesült szívekkel kopogtatom, de nem a magam kezével. A magzati életben lejtöző Istenemben cicin kezecskeivel kopogtatom ezeken a kőkemény szívekkel. Ezen apró doborásokhoz szeretet és irgalom ritmusába kísért szívdobogás is tartozik. Mária szívének anyai dobogása, kinek irgalmas szeretete az Isten napotlanatlan irgalmának útjából merít, hogy megolvadjanak az elégesedett közömbös szívek. Széttörő a csapáncél, döbben szíveket, igen hülyekben fásodásra, megolvadjanak a kihűlt szívek. Isten szeretettel nem torkan meg a megkövesült szívek előtt sem. Köncsebb voltam az isteni kisden szemén, csak cseppnyi víz csupán, de mégis értékesebb a világ legdrágább gyémántjánál is. Ne csodálkozz ember, hogy az isteni kisded is sír, hiszen fájdalmainkat ő viselte. Milyen sok minden fájhat a gyenge úszülöttnek.
nyom és szúratalma, gyötörözéség, remektük a hideg, és még mennyi ismeretlen fájdalom. Gyenge újszülötté lett a nagyisten, mindezt érted vállalva, ahogyan a kereszt halálban sem sajnálta vérét rontani érted, úgy most érted is sír. Szemébe nézve megláthatod bűneidet, sok-sok mulasztásod. Bánatra indult szívedet, tisztára mossa már ez az egyetlen könycsepp is. Jézus mindent tette, egész élete üdvözítő tett volt, még gyermek sírása is. Nézze könycsepp népítjába, Isten szeretetének, irgalmának tudja az. Szeretett angyala vagyok, mennyei atya rejtett, kicsiny műveinek, ezek szépségének angyala. Mint jelképet, a hópenyet tartom fel, a rejtett szépségekhez tartozik, a bűntelen kisgyermek tiszta tekintete. De ide sorolhatom még minden gyöngét, szeretett adomány is, mert észrevétlenül szeret örömet, betegeknek, magányosoknak, kicsiknek, elhagyatottaknak, kisemmizetteknek. Minden olyan jó tett, mennél a jó tevő rejtekben marad, úgy illatozik, mint a rejtett virág. Minden gyöngétség és szeretet, melyre magatokról megfeledkezve, másoknak szolgáltok, telítve van a jóság illatával. Isten kegyelme az, mert ezeket az egyszerű és Isten szépségével telített cselekedeteket kivirágoztatja a jó akarat lelkében. Szerint szép Betlehemi gyermek, az angyaloknál énekelnek, s üvöltenek van emberek, boldog víg Betlehemi jászol, sok börtön és kórház virágol, s annyi viskó hús sötét, jó pásztorok és bölcs királyok, sok karkas és holló kóvályok, s nem látjuk azt a csillagot, békés derűs karácsony éjjel, a nagy sötét mikor szállsz éjjel, s mikor lesz béke és derű. Csönd van bennem, és emlékezem, képe a múltnak én megjelen, véget látom, sondozok el. Yeah.
imádkozzunk. Urunk, hálát adunk néked, hogy a gyermekek száján keresztül ébrezgeted a lelkünket. Urunk, bocsáss meg nékünk, hogy bizony-bizony életünkben sokszor alig-alig látszik a te csodálatos valóságod és lényed. Bocsáss meg nekünk, hogy életünk rohanásaiban, küzdelmei, bajai, nyomorúságai közepette, oly nehezen akarunk hozzád találni, és oly nehezen akarunk hozzád kiáltani. Urunk, halld meg lelkünk hozzád kiáltó szavát, fogadj el bennünket, fogadj minket a te kegyelmedbe, és cselekedj meg velünk, hogy hatalmasra növekedj bennünk. Kérünk, áld meg e kis közösséget, akik most együtt vagyunk itt színed előtt, és a te szeretetedet, irgalmasságodat árasz ki reánk. Urunk, hallgass meg imáinkat. Kérünk, drága megváltó Krisztusunk érdeméért. Amen. Amen. Testvérek, énekeljük el a 312. éneket. Hálott karácsonyi ünnepet kívánni mindenkinek. Miközben a 312. éneket énekeljük, szeretném kérni, akik kisgyerekkel vannak, hogy maradjanak, akinek kapnak csomagot. És gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.